Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk Bethlen Gábor erdélyi fejedelemsége. Bethlen Gábor az erdélyi államnak az egyik legjelentősebb uralkodója volt. Az a helyzet, amiben ő 1613-ban trónra került, az egyik legnehezebb helyzet volt a trónra kerülések szempontjából, hiszen Báthori Gábor, a meggyilkolt előző fejedelem rendkívül kusza, zavaros helyzetet hagyott maga után. Ez érvényes volt belpolitikailag, külpolitikailag egyaránt. Magára haragította a törököt a politikájával Báthori Gábor, az előző fejedelem, szintúgy a Habsburgokat, és belpolitikailag is óriási zavarokat okozott, hiszen például elfoglalta Szebent, a három rendi nemzet egyikének, a szász rendi nemzetnek a központját, ami óriási felháborodást váltott ki a szászok részéről, hiszen ez az ő jogaiknak a súlyos megtaposását jelentette, de a zabolátlan erkölcsi életével nagyon sokakat az udvarban, a tanácsosai, tanácsurai közül is magára haragított Báthori Gábor. Végül a hajduk ölték meg őt, Báthori Gábort 1613-ban. A török segédlettel ült a fejedelmi trónra Bethlen Gábor, ami szintén nem segítette a megítélését, a pozitív megítélését, de ő ebből is előnyt tudott formálni. Hogyan is jut el a fejedelmi trónig Bethlen Gábor? 1580-ban született, és Báthori Zsigmond fejedelem udvarában nevelkedett, majd fegyveresen is, 15 évesen már részt vett a török elleni harcokban a 15 éves háború során, majd küzd Erdélyben Basztának a rémuralmával szemben, de kénytelen török földre menekülni. Itt viszont nem csak a nyelvet tudja megtanulni, hanem nagyon jó török kapcsolatokat sikerül kiépítenie. Ezeket kamatoztatja már Bocskai István trónra juttatásában, hogy aztán majd Báthori Gábornak is, az előző, őt megelőző fejedelemnek is tanácsosa legyen. És ezek a jó török kapcsolatok segítik abban, hogy 1613-ban fejedelemmé válhatott. De nem lett a töröknek a szolgája, a kiszolgálója, hanem ezeket a jó kapcsolatokat arra használta fel, hogy a fejedelemségnek a helyzetét megerősítse, a fejedelemség felvirágoztatását sikerrel tudja folytatni. Bethlen Gábor alatt is egyértelmű volt, hogy Erdély külpolitikai függésben áll a portától, de a belső önállóságát a fejedelemségnek ő maximálisan kihasználta. 1613-tól 16 évig ül a fejedelmi trónon, 1629-ig. Az első intézkedései azok voltak, hogy a fejedelmi hatalmat meg kellett szilárdítani, meg kellett erősíteni. Ennek nagyon fontos eszköze volt a fejedelmi birtokhálózatnak a helyreállítása, hiszen az előző fejedelmek a zűrzavaros állapotok miatt a fejedelmi birtokoknak jelentős részét eladományozták. Ezt most Bethlen Gábor felül vizsgáltatja, és a birtokok sorát veteti vissza, és ezzel a fejedelmi hatalomnak az anyagi alapjait sikerül megerősítenie. Nagyon erős fejedelmi hatalmat épít ki. A rendi dualizmus továbbra is fönnáll Erdélyben, tehát megmaradt a rendi országgyűlés, megmaradt a fejedelmi tanács, megmaradt a kincstartó intézménye, tehát a különböző intézmények, tisztségek, vármegyék, székek, városoknak a önkormányzata, de a fejedelmi hatalmat ezek a különböző rendi intézmények lényegében nem tudták korlátozni. Az országgyűlés, az erdélyi országgyűlés rendre jóvá hagyta Bethlen Gábornak minden javaslatát, akaratát.
a közigazgatás, tehát a fejedelmség irányításának a szálai, ezek mind Bethlen Gábor kezében futottak össze. Mi segítette elő a fejedelmi túlhatalmat? Hát az, hogy az erdélyi arisztokrácia szemben a magyarországi arisztokráciával jóval kisebb birtoktestekkel rendelkezett. Ebből következően nem tudott olyan magánhadsereget tartani, mint egy Zrínyi vagy egy Batthyány, és így tovább a 17. századi Magyarországon, illetve nem vették körül őket familiárisoknak olyan hada, mint a magyarországi arisztokratákat. Bethlen Gábor egyébként a középrétegeket is igyekezett erősíteni, a jobbágyvédelmet is folytatta, illetve a mezővárosok egész sorának adott kiváltságukat. Nézzük meg a fejedelemnek a gazdaságpolitikáját, hiszen a gazdaság számára nem végcél volt, nem öncél volt, hanem egy eszköz volt, méghozzá azért, hogy a katonapolitikáját, külpolitikáját és művelődéspolitikáját, tehát a fejedelmi intézkedéseit mennél jobban, akadálytalanabbul végre tudja hajtani, tehát anyagi súlyos visszahúzó erők ne legyenek, tehát a fejedelemség gazdasági életét, és ezen belül különösen a fejedelmi kincstárnak a bevételeit igyekezett növelni. Nézzük meg Bethlen Gábor gazdaságpolitikáját, ami összefoglalóan merkantilista jellegűnek minősíthető, hiszen nagy hangsúly tett arra, hogy a külkereskedelem révén jelentős bevételei legyenek a kincstárnak, illetve a hazai termelést is igyekezett erősíteni, élénkíteni annak érdekében, hogy mennél több eladható exportcikk álljon rendelkezésre. A monopóliumok volt az egyik gazdaságpolitikai eszköze, hogy azokra az erdélyi árukra, amelyek a külső piacokon jól értékesíthetők voltak, ezekre egyedárusítási jogot vezetett be. Ez azt jelentette, hogy csak a fejedelemnek az emberei vásárolhatták fel ezeket az árukat, és ők vihették ki külföldre. Melyek voltak ezek az áruk, amelyekre monopóliumot rendelt el a fejedelem? Ezek persze változtak annak megfelelően, hogy a külpiacokon éppen melyik áruk voltak jól értékesíthetők, de általánosságban a szarvasmarha az egyik legfontosabb exportcikk volt. Ezen kívül a méz, a viasz, a higany, a ló, tehát számos ilyen árucikke volt Erdélynek, amit a fejedelem kihasznált monopólium segítségével arra, hogy a bevételek, bár ő választott magyar király is volt egy időre, de minden esetre a fejedelmi kincstárat gazdagítsák. A kézműiparra is gondja volt. Az erdélyi kézművesség legmagasabb szintjét a száz kézművesek képviselték, az ő áruikat jelentős mennyiségben a román vajdaságokba, főleg Havasalföldére exportálták is, de Bethlen Gábor az országba behozatta Morvaországból, Nikolsburg környékéről anabaptista kézműveseket, akik magasabb technikai színvonalat képviseltek még az erdélyi szászoknál is. Ezt jól mutatják a limitációk, az árszabások, amelyben maximálva volt, hogy mi volt az a legfőső ár, amit lehetett kérni egy-egy termékért, és ebben a habánok, az anabaptista, morva német kézművesek kapták meg a legnagyobb limitációs szintet. A bányászat, hiszen Erdély tele volt bányakincsekkel, a Kárpátok vonalát egy hatalmas sóvonal követi, egészen Vizaknától, Nagyszeben mellett, észak felé Torda, Szék, Kolozs, illetve föl Máramaros szigetig, tehát egy nagy ívben a Kárpátok vonalát óriási só
hát tömeg, a föld alatti só tömeg kíséri, és ez a fejedelemségnek az egyik legfontosabb bányaterméke volt, illetve exportcikke is volt, hiszen a Maroson ezt a fejedelemségből exportálták. De nagyon fontos érceket bányáztak, ez is a neve az érchegységnek, itt higanyt, rezet, alanyat, ezüstöt, tehát nemes fémeket is, rezet, tehát többféle ércet, és még más bányahelyeken is különböző érceket jelentős mennyiségben tudtak bányászni, illetve állt rendelkezésre. Igen ám, de ezeket a bányákat a vízbetörésektől és így tovább rendbe kellett hozni, a háborús viszontagságoknak a károit, azokat helyre kellett állítani, és erről gondoskodott, tehát be kellett fektetni tulajdonképpen ahhoz, hogy a termelés jelentős mértékben meg tudjon indulni, de a bányászokról is gondoskodott Bethlen Gábor, hiszen majd rögtön lesz róla szó, hogy a felvidékre több hadjáratot is vezetett, és onnan bányászokat, német bányászokat hozatott az erdélyi bányaművelésnek a föllendítésére. A fejedelemség jövedelmeihez jelentősen hozzájárult az 1621-től Bethlen Gábor haláláig, 1629-ig a fejedelemséget gyarapító hét vármegyének a területe. Ennek a központja Kassa volt, amely nagyon fontos kézműipari központ volt, de ez a terület tele volt 30-at hivatal működött itt, azaz a külkereskedelmi vámnak is fontos beszedő pontjai működtek itt, hiszen nem csak Kassán keresztül, nem csak nyugat felé Csehország, illetve Ausztria tartományai felé vezetett fontos kereskedelmi út, hanem észak felé, föl Krakkó, a Visztula irányába, hiszen például a higanyt és más ilyen bányatermékeket például innen, tehát a Hét vármegye területéről juttatták el Krakkó irányába, a Visztulára, ott vízre tették, és ment egészen Danckáig, az a Danzig vagy Gdańsk mai néven, és aztán onnan akár még Nyugat-Európába is tengerjáró hajókkal. Tehát a Hét vármegye az kereskedelmi szempontból is nagyon jövedelmező volt, de Kassa maga és más városok is kézműipari központként is jelentősek voltak a gazdaság szempontjából. Összességében Bethlen Gábor évi jövedelmét 500 000 arany körülire taksálják. Mire költi a fejedelem ezt a pénzt? Ennek a legnagyobb része a hadsereg költségeire ment, de fejedelmi reprezentációra is, tehát művészet, tudománypártolásra is jelentős összegek mentek, illetve az udvar költségeinek a fedezésére, diplomáciai költségekre, tehát számos pénznyelő hely volt, ahova ez a jelentős jövedelemet el tudták helyezni. A fejedelem, tehát a hadi költségeket nem csak a háborúkra fordította, hanem a váraknak a ellátására, karbantartására, erősítésére. A külpolitikát nézzük most meg, hiszen a gazdaságpolitika gondoskodott olyan anyagi alapról, amelyből a külpolitikát is lehetett rendesen finanszírozni. Bethlen Gábor bekapcsolódott 1619. szeptemberétől az 1618 és 1648 között dúló 30 éves háborúba, méghozzá sikerrel kapcsolódott be. A protestáns hatalmak közül cseh rendekkel,
kötött szövetséget, illetve az osztrák rendekkel szövetkezett, és velük szövetségben, tehát cseh-osztrák rendek szövetségében indította meg a felvidék irányába hadjáratát, amely egészen Bécs külvárosainak az ostromáig terjedt, tehát a hadjárata sikeres volt, és egész Bécsig tudott előre törni, és Bethlen ügyes volt abban is, hogy a Habsburg ellentámadáskor 1620-ban a cseh rendeknek a katasztrofális vereségekor 1620 novemberében a Fehérhegyi csatában nem vett részt Bethlen Gábor, tehát a seregét ettől a súlyos kudarctól megkímélte, sőt 1621-ben egy sikeres békét tudott II. Ferdinánddal kötni Nikolsburgban. Mi ilyen fontos események történnek a hadjárat megindítása 1619 és 1621 között? Az, hogy a Besztercebányai országgyűlés, a magyar rendi országgyűlés 1620-ban a győztes Bethlen Gábort, tehát győztesen előre haladó Bethlen Gábort magyar királlyá választotta. Bethlennek ugyanis sikerült elfoglalni Pozsony városát, ahol a magyar királyi koronát őrizték, tehát magát a koronát is a kezébe vehette. Hogy miért nem koronáztatta meg magát, ennek több oka is volt. Semmiképpen nem akarta, hogy ő rajta keresztül a török a királyi Magyarországra is rátehesse a kezét, hiszen a törökök erre szerették volna felhasználni Bethlennek a felvidéki győzelmeit. Hanem, és azt is világosan látta Bethlen, hogy a hadi szerencse is meglehetősen forgandó, tehát jobbnak látta, hogyha nem tart ki a magyar királyi cím mellett, hanem ezt alkuba helyezi, és a jobb béke, a előnyösebb béke érdekében lemond a királyi koronáról, lemond a királyi címről, lemond a felvidéki foglalásainak jelentős részéről. Cserébe viszont mit nyert el? Elnyerte, hogy a hét vármegye élethossziglan a fejedelemséghez, tehát ezt a hét vármegyét a fejedelemséghez csatolták. Melyik ez a hét vármegye? Viszonylag könnyen megjegyezhető, mert Trianon után ezekből az addig különálló megyékből, hát ilyen együttes, hát ilyen csonka vármegyék együttesét hozták létre. Tehát ilyen volt a Borsod, Abaúj, Zemplén, de ezek mind három külön megye, Szabolcs, Szatmár, Bereg, most ez egy megye, de akkor ez is három külön megye volt, és Ugocsa, ez a hetedik vármegye, tehát ezek élethossziglan Bethlen fejedelemségéhez tartoztak, illetve sikerült elismertetnie a bécsi béke érvényét, illetve az 1608-as országgyűlés törvényeit. Ez miért olyan fontos? Mert a rendeknek, a magyarországi rendeknek a hatalmát ezek nagyban megerősítették, a jobbágyokig lemenő szabad vallásgyakorlatot biztosították például 1608-as országgyűlésnek a törvényei, illetve a nádorválasztásban a rendek számára a kedvező helyzetet és a rendi jogokat. Tehát Bethlen Gábor számára fontos volt a rendi jogoknak a biztosítása. Itt láthatunk egy ellentmondást, hogy létezik, hogy Erdélyben a rendeket hát rendkívül háttérbe szorítja, itt pedig a rendeket erősíti. A magyarázat nem olyan túl nehéz, hiszen ha a királyi Magyarországon, a Habsburg uralom alatt lévő magyar királyságban a rendek erősek, akkor a Habsburg uralkodó keze a rendek által eléggé meg van kötve, tehát az erdélyi fejedelemség ellen saját belátásuk szerint nem tudnak például hadakozni, hanem csak a rendek jóvá hagyásával, hiszen a rendek szavazták meg az adókat, a katonákat, tehát Bethlen Gábor a saját hatalma érdekében támogatja elsősorban a magyarországi rendeknek a hatalmát, a jogait, és ez
azt eredményezte, hogy második Ferdinánd, a Habsburgok nem is tudták felszámolni a magyar rendeknek a jogait szembe Csehországgal, ahol a rendek jogai megszűntek. Tehát 1620-ban a megszerzett magyar királyi címet a Nikolszburgi békében leteszi Bethlen Gábor, a területeket is jó részt átadja a Hétvár megye kivételével, de az előbb említett előnyöket viszont tartalmazta a Nikolszburgi béke. Bethlen Gábor még kétszer csatlakozott be a Habsburg ellenes erők oldalán a 30 éves háborúban, de ezekben a pozícióját nem tudta már tovább erősíteni, csak a Nikolszburgi békében megszerzett előnyöket tudta bebiztosítani. Nézzük meg, hogy hogyan alakul Bethlen Gábornak a művelődés politikája. Ahogy már elhangzott, nagyon fontos látni, hogy nem csak arról van szó, hogy Bethlen Gábor szerette a szép épületeket, szerette a zenét, szerette a tudósok munkáját, az egyetemeket, az oktatás felé pozitív volt. Ez nem csak egy személyes indítatás volt, hanem hatalmi reprezentáció. Ezzel magyarázható, hogy miért is építeti ki olyan pazarul késő reneszánsz stílusban a háborúk során romokba kerülő, romokba heverő Gyulafehérvárat. Azért, hogy a külföldi követeket, például a 30 éves háború szövetséges hatalmainak a követeit, ha a fejedelemségbe érkeznek, akkor egyenrangú hatalomként tudja fogadni, tehát ne az legyen, hogy egy szegény, nélkülöző udvar, mert hát attól mit várhat egy szövetséges, tehát a fejedelmi reprezentáció a fejedelemségnek a pozícióját igenis tudta valamilyen szinten erősíteni. Szintén a hatalma erősítését is szolgálta az oktatás politikája, hiszen a tehetséges fiatalokat külföldön tanítatta, külföldi elsősorban német, de például holland egyetemekre is mentek erdélyi fiatalok, akik a fejedelemnek az anyagi támogatását élvezték, és onnan, mint a református egyháznak a hívei, és a fejedelemnek a hívei tértek haza, de a hatalom érdekében nagyon jól hasznosítható, magas szintű szaktudással érkeztek haza. Ezek a fejedelmi pénzen tanult diákok többsége különböző diplomáciai, politikai, vagy éppen tudományos oktatási feladatok elvégzésére kaptak aztán megbízást. A prédikátori réteget nagyon megbecsülte Bethlen Gábor, és az ő egyházi, kulturális, diplomáciai szolgálataikat olyan módon is értékelte, hogy nem sokkal halála előtt a közös nemesi levéllel mindnyájukat a nemesség soraiba emelte, mint írta, a valóságos, született és kétségtelen nemesek jogaival ruházza fel őket és leszármazottaikat. Nem csak a külföldi egyetemekre küldött diákokat, hanem magában a fejedelemségben is megteremtette a felsőfokú oktatást. Gyulafehérváron egy főiskolát alapított, amelyet igyekezett anyagilag is erőteljesen támogatni, hiszen külföldről jelentős fizetéssel hívott több német professzort is, elismert külföldi professzorokat. A könyvtárra nem sajnálta a pénzt, például följegyezték, hogy 1622-es felvidéki hadjáratáról két szekérnyi könyvet is hozatott a könyvtár számára, illetve ismeretes, hogy a törökkel a jó kapcsolatát arra is kihasználta, hogy Mátyás Korvináit igyekezett, annak a maradványait megszerezni. Az építkezései késő reneszánsz stílusban folytak,
A művészetek közül pedig talán a zenét kedvelte a legjobban. Német-olasz muzsikusokat hozatott az udvarába, följegyezték, hogy világi orgonistája kettő is volt, szerette azt a orgona szót is. Bécsből hozatott karmestert a zenekarának, illetve színészeket hozatott Velencéből, sőt alkalmazott spanyol táncmestert is, tehát mindent elkövetett a kultúra fölvirágoztatására is. Nagyon köszönöm a figyelmet!